Köszöntöm nézőinket, az Öböl Televízió híradóját látják. Nézzük főbb híreinket először egy-egy mondatban. Fejlesztik a 8-as utat. A közeljövőben 4 jelentős beruházás is elkezdődik. Elköltözhet a mentőállomás Fűzfőről. Már tárgyalnak Kenesével, döntés még nincs a kérdésben. Óvodai beiratkozás. 5 éves kor felett kötelező a jelentkezés. A 8-as számú főútvonal 4 szakaszán is elindulhatnak a fejlesztési vagy felújítási munkálatok 2014-ig. A közeljövőben a Székesfehérvár nyugati elkerülőt és a Hajmáskéri szintbeli csomópontot építik meg. A hosszú távú tervek szerint legkorábban 2020 után lehet az országhatárig 2x2-sávos gyorsforgalmi út a 8-as. A Veszprém megyei közgyűlés és a Kereskedelmi és Iparkamara közös fórumán a miniszterelnök helyettes hangsúlyozta, pártok feletti összefogást igényel a 8-as útfejlesztése. Dr. Navracsics Tibor kiemelte, hogy az ország határig 2x2-sávosra tervezett gyorsforgalmi út töretlenül fejlődő európai térségekkel kötheti össze az országot. A 8-as úton keresztül azokra az észak-olasz, dél-német, dél-osztrák, szlovén területekre tudunk eljutni mi, vagy éppen a kis- és középvállalkozóink, amely földrajzilag közel van, gazdaságilag virágzó vidék, tehát jó üzleteket lehet kötni, és az itteni vállalkozók számára fontos gazdasági kapcsolatok jöhetnek ezáltal létre. Nagy érdeklődés van ezekben a térségekben a mi régiónk iránt, a mi megyénk iránt, és úgy gondolom, hogy ebből a szempontból fontos az, hogy jól megközelíthető legyen ez a térség, a 8-as út pedig a legfontosabb közlekedési ütőér itt ebben a térségben. Az iparkamara elnöke azt emelte ki, hogy hosszú ideje folyamatosan foglalkozik a szervezet ezzel a kérdéssel. Véleménye szerint a fejlesztés megvalósítása nagyobb lendületet adhat a megye gazdaságának. Azt látni, hogy a közép-dunántúli régióban a két másik megyéhez, Fejér megyéhez és Komárom megyéhez viszonyítva a gazdasági súlya Veszprém megyének elenyésző. 15%-át sem éri el a régió egész gazdasági teljesítményének. És ha az okokat keressük, akkor az okok között az első az, hogy nincsen megfelelő közúti és vasúti összeköttetése a megyének, és ez bizony a 8-as útnál azért is nagyon súlyos, mert nem csak megyei érdek a 8-as út, hanem az ország exportjának 70%-a az Unióba irányul. Ennek a 70%-nak nagyjából a 70%-a Német Szövetségi Köztársaságba, aminek meg nem akarom mondani, hogy történelmileg is számos bizonyítéka mutatja, hogy a legközvetlenebb, legjárhatóbb útja az a 8-as útvonala lenne. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a fórum keretében arról adott tájékoztatást, hogy belátható időn belül 4 jelentős beruházás vagy felújítás indulhat el. Ami legközelebb áll, és aminek a megvalósítását látjuk, ez a Székesfehérvár nyugati elkerülőnek a lakott területeket kikerülő, mintegy 7 kilométeres szakasza, ami kézzelfogható közelségben van, szintén ahol már munkaterület átadás van, ez a Hajmáskéri csomópontnak a kiépítése, Várpalota Veszprém közötti szakasznak a 2x2-sávú megújítása valóban, a Márkó és Herend közötti szakasznak az építése, és utána ütemezetten a Veszprém déli elkerülőnek a kiépítése, az országhatár felé történő továbbépítés, illetve hát amit nagyon kiemelnék, és nagyon fontos, a Várpalota elkerülő, amit reményeink szerint 14-ben majd el tudunk indítani. A rendezvény zárszavában a megyei közgyűlés elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az útfejlesztése turisztikai szempontból is fontos, valamint arra, hogy a Dunántúlon kevés a jó minőségű gyorsforgalmi út. Magyarország nyugati felén egy autópálya van, az is északon az M1-es, és a számítások szerint, meg a forgalomszámlálás szerint is a 8-as főút az egyik túlterhelt olyan nagyforgalmú út, amelyet 4-sávosítani kellene. Az egész megye számára fontos lenne, hiszen Nyugat-Európával a kereskedelmünk nagyon intenzív, a másik, hogy a turisták nagy részét is akár a Bokonyi, akár a Balaton idegenforgalom szempontjából azok is nyugatról jönnek inkább. A tanácskozáson elhangzott, hogy csak a Hajmáskéri csomópont 4,5 milliárd forintból valósulhat meg, valamint hogy átlagban 1 milliárd forintba kerül 1 kilométernyi 2x2-sávos útszakasz megépítése. A következő évek tervei között szerepel a 81-es és a 82-es számú utak közvetlen összekötése a főúttal, illetve a Herend-Ajka közötti szakasz megvalósítása.
átköltözhet a fűszvőgyártelepi mentőállomás Balatonakaratjára. Erről adott tájékoztatást a megye vezető mentőtisztje a város testületének keddi ülésén. Végleges döntést még nem hoztak a kérdésben, de költséghatékonyabb lenne az áttelepítés, mint a mostani állomás felújítása. A Balaton fűszfői testület ülésén Kis Attila vezető mentőtiszt arról adott tájékoztatást, hogy már több mint egy éve a szabad ég alatt parkolnak a mentőkocsikkal, ugyanis életveszélyessé nyilvánították az itteni állomás garázsát. Az épület felújítása és esetleges bővítése jelentős forrásokat emésztene fel. Elmondta azt is, hogy Balatonkenesével már folynak a tárgyalások az átköltözéssel kapcsolatban. Balatonakaratján évek óta működtetünk a nyári hónapokban egy kihelyezett mentőállomást, amikor a Balatonpart megnövekedett forgalma miatt erősítjük meg a térség mentését, és arra folynak tárgyalások, hogy ezt a szezonális mentőállomást ezt téliesítsük, illetve egész évben használhatóvá tegyük. Ebben úgy tűnik, hogy jelenleg a Balatonkenesei önkormányzat teljes mértékben partner. Várhatóan a következő képviseleti testületi ülésen tárgyalják a végleges együttműködési megállapodást, és akkortól, ha az aláírásra kerül, már elképzelhető, hogy akár az idei évben megvalósul ez a történet. Az önkormányzat megvizsgálja a jelenlegi épület felújításának és esetleges bővítésének lehetőségét, hiszen végleges döntés még nem született a költözésről. A testület tárgyalt a város közbiztonsági helyzetéről is. A napirend megvitatása előtt az önkormányzat nevében emléklappal és ajándékkal köszönték meg Budai Tibor rendőrtörzszászlós eddigi munkáját, ugyanis a szervezeten belüli tipizálás miatt munkáját a jövőben a Balatonkenesei őrsön folytatja. Az átszervezéssel kapcsolatban az Almádi Kapitányság vezetője elmondta, a fűszfői KMB csoport továbbra is működik, az irodát használni fogják a helyi rendőrök. Az alezredes beszámolójában kiemelte, a városban jelentős bűncselekményre nem került sor 2012-ben, ebben nagy szerepe volt a lakosságnak és a helyi polgárőröknek. Nem akarom ismételni a kapitány úrnak a szavait, de ugyanúgy, ami 20 éve már egyfolytában a harmadik kapitányság és a Balatonfűző Polgárgyesület munkába kiválóan értékeljük. Ebben nagy része van a rendőrök, az itteni rendőröknek és az itteni polgárőröknek a család és légkörben kialakított munkája, és úgy érzem, hogy azt a munkát, amit a közbiztonsági lakosságé végzünk, ezt külön, közösen nem tudtuk volna ez a jó kapcsolat nélkül elvégezni. Az Almádi néhány évvel ezelőtt országos összehasonlításban még a 120. helyen volt a kapitányságok sorában. A folyamatos fejlesztések hatására a tavalyi listán már az előkelő 5. helyet foglalták el. Az ülésen Lajkó Frigyes képviselő indítványára egyhangú határozatot fogadott el a testület arról, hogy amint pontos adatok állnak rendelkezésükre az állami adósságátvállalásról, felülvizsgálják az idei költségvetést. A héten tartották a bocskai napokat a Papkeszi Református Általános Iskolában. Az intézmény már hagyományosan minden évben megtartja rendhagyó diáknapjait. Idén a gyerekeknek szóló programok mellett a térség református iskoláinak vezetői is találkoztak egymással egy fórum keretében. 3 kiállítás is várta a hét folyamán a diákokat a nagymúltú iskola falai között. Az Isaszegen élő festőművész, grafikus Proksa Gyöngyi többségében vallási témájú festményei a zsibongó falát díszítették. Az egyik osztályteremben pedig az iskola végzős diákjának képeit és gyöngy ékszereit nézhették meg kortársai. A fiatal a közelmúltban kezdett el komolyabban érdeklődni a művészetek iránt. 1-2 éve kezdtem el így komolyabban foglalkozni, csendéleteket, tájképeket szoktam festeni. Van úgy, hogy beállítom magamnak például egy vázát virággal, és akkor azt lefestem. Szoktam temperával, vízfestékkel, graficeruzával, tehát így minden pasztelkrétával dolgozni. A gyöngyfűzést pedig tanított egy néni, aki, tehát így egyszer-kétszer megmutatott ilyen technikákat, és úgy onnantól már úgy magamtól tudtam gyöngyöt fűzni, meg internetről is szoktam nézni, és akkor így szoktam csinálni, vagy magamtól is. Egy veszprémi szabóság jóvoltából állt össze a 3. kiállítás. Díszes öltözeteket, bocskaikat és attillákat, valamint a régi korok katonai uniformisai csodálhatták meg az érdeklődők. A kiállításokon kívül színes programok várták a diákokat a már hagyományos rendezvénysorozaton.
átörökítettük a régi önkormányzati iskolából, mert mindig nagy jelentőséget tulajdonítottunk ennek, ugyanis ez a gyerekekről szól. Nem kell tanulniuk, hanem mindenféle foglalkozásokat szervezünk nekik, kézműves foglalkozástól, sportfoglalkozáson keresztül vetélkedőkön, és ez egy kicsit úgy kilendíti őket a tanulás mindennapi hétköznapjaiból, és nagyon szeretik. Minden nap az ember új csodára ébred. Nem lesz semmi titka majd a mindenségnek. Szeretném hallani a boldog nevetést, amely mindig őszinte és békés. A református iskolák találkozóját is ezen a héten tartották meg az intézményben. Ide az Észak-Balaton környékén működő keresztjén intézmények vezetőit várták. A témák között szerepelt a működésük finanszírozása, és az is, hogy jelenleg több helyen is tapasztalható jelentős forráshiány. Ezért közös észrevételt fogalmaznak meg a szaktárca felé. A tanácskozáson elhangzott, a papkeszi iskolában jövőre a várakozásoknál kevesebb, 15 elsős kezdi meg a tanulmányait. Megtörtént a beiratkozás a Litéri Református Általános Iskolában. A gyermeklétszám alapján egy osztály indul szeptemberben. Az intézmény egy nyertes uniós pályázatnak köszönhetően oktatás segítő eszközöket szerezhet be, és számos programot finanszírozhat. Elolvasod nagybetűtől a pontig. Óra az első osztályban Litéren. A jövő évben 26 diák kezdheti meg itt a tanulmányait. A helyi református gyülekezet által fenntartott iskolában az állami intézményekkel egy időben történt meg a beiratkozás. A jövő tanévben is folytatják a már hagyományosnak mondható programjukat, ami zökkenőmentesebb átmenetet biztosít az óvodából az iskolába. Azt tudom ígérni, hogy az a stabilitás, ami eddig is megvolt nálunk, főleg az elsősök szempontjából első-második osztályban az égigérőfa program, ami egy nagyon emberszerű és nagyon szerid átmenetet biztosít a gyerekeknek, tehát ezt mindenképpen megtartjuk. Ebben az évben már hangsúlyosabb a hittan beiratkozás is, mint mindenhol, illetve volt egy kezdeményezésünk, egy pályázat, amit hál' Istennek megnyertünk, és ez új lehetőségeket fog majd nyitni nekik. A pályázat részeként már jövő szeptemberben új programokkal és oktatási eszközökkel várják a diákokat. Lesz ennek egy olyan része, ami a szakmai dolgokat támogatja. Táboroknak, nyelvi tábornak több ilyen nyelvi tábornak a szervezése is benn van erdei iskolánk, és ezt most már nem csak negyedik, hanem harmadik osztály felé is ki tudjuk terjeszteni. Illetve rengeteg olyan eszköznek a beszerzése. Én hadd beszéljek egy picit haza az informatikához. Tudtunk pályázni táblagépekre, amivel majd az oktatást egy picit színesebbé, érdekesebbé tudjuk tenni a gyerekeknek. A majdani elsősök közül 9-en választották az etika tantárgyat, a többi szülő 1/3-2/3 arányban református, illetve római katolikus hittanra járatja majd gyermekét. Április 22-e és 24-e között zajlik Almádiban az óvodai beiratás. Hétfőn és szerdán a Bajcsi-Zsilinszky úti, kedden a Mogyoró úti intézménybe várják a körzetekhez tartozó szülőket. A beiratkozás egész évben folyamatosan lehetséges, de a hatályos törvény szerint az 5. életévüket betöltött gyerekeknek kötelező a megadott időpontokban jelentkezni. A Bajcsi-Zsilinszky utcai óvodások az udvaron élvezik a tavaszi napsütést. Népszerű a hinta, a homokozó és a kültéri játékok. A gyerekeknek tetszik az itteni hangulat, szeretnek ide járni. Mert szeretek biciklizni, meg finomak az ebédek, meg szeretek kinn az udvaron játszani. Sokat szeretem biciklizni, mert meg a gyümölcsöket szeretem, a zöldségeket, az ebédet, az alvást, a meséket, mert sokat tudok belőlük fejlődni. Én azért szeretem az óvit, mert a kis testvérem itt van velem, és vele nagyon sokat tudok játszani. Mindig mellett alszom. Én azért, mert sokat lehet itt bábozni. Én meg azért, mert itt
olyan sokat tanulunk, hogy otthon már kevesebbet tanulunk, meg itt mindig finomakat csinálnak a konyhás nénik a ebédet, meg a reggelit. A balatonalmádi szülők hétfőn és szerdán ide, kedden a Mogyoró úti oviba irathatják be csemetéiket. 3 éves kor felett lehetséges, 5 éves kor felett pedig kötelező az óvodai nevelésben való részvétel. A felnőttek többségével már felvették a kapcsolatot a pedagógusok, minden évben tartanak például nyílt napokat az anyukáknak és apukáknak. Minden évben egy hagyományként már itt Almádiban első körben a babamama klubok meghívnak bennünket, kolléganőim elmennek, és ott a szülőkkel közvetlenül személyes beszélgetések folynak. Utána meghívjuk a szülőket egy délutáni időpontban, amikor itt tájékoztatást adunk az intézmény működéséről, és ezzel egy időben meg tudjuk beszélni azt is, hogy a következő héten be lehet látogatni az intézménybe szülőnként, egyesével és kolléganőim segítségével, amit bent történik a csoportban, utána ők ezt meg tudják beszélni. És így úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb rálátást biztosíthatunk a gyerekcsoportoknak az életére. Beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek és a szülő azonosítására alkalmas igazolványt és lakcímkártyát. Az érintettek minden további információt megtalálhatnak a város internetes oldalán. Most pedig fontosabb híreink következnek, még egyszer, röviden. Fejlesztik a 8-as utat. A közeljövőben 4 jelentős beruházás is elkezdődik. Elköltözhet a mentőállomás Fűzfőről. Már tárgyalnak Kenesével, döntés még nincs a kérdésben. Óvodai beiratkozás. 5 éves kor felett kötelező a jelentkezés. Híradónk után többek között a litéri és az alsóőrsi testületek döntéseivel foglalkozunk. Észrevételeiket a képernyőn látható elérhetőségeinkre küldjék. Látogassák meg állandóan frissülő weboldalunkat. Itt a korábbi híradóinkat is megtekinthetik. Ha tehetik, csatlakozzanak Facebookos közösségünkhöz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!